Fogunk meglepetés sütit sütni. Így van, a Beri mindent elmondott. Sziasztok, én is üdvözöllek benneteket. Azért vagyunk itt hárman, mert úgy döntöttünk, hogy becsatlakozunk mi is a Dr. Ötker szívből süti sütési kampányába, és hát Csabinak fogunk sütni, ezzel reméljük, hogy titeket is buzdítunk egy kicsit arra, és kedvet hozunk nektek, hogy süssetek együtt, és mindenki jegyezze meg, hogy a legfinomabb hozzávaló a szeretet. Na, ahogyan elmondtuk, mézes fenyőket fogunk készíteni. Végtelenül egyszerű a recept, bárki meg tudja csinálni, és ígérjük, hogy elronthatatlan. Erre a bizonyíték az lesz, hogy az én 5 és 2 éves fiam fogja elkészíteni az egész süteményt. Mindenek előtt... Hát szerintem egyedül is meg tudod csinálni, nem? Én csak mondom. Na, akkor kitol, mi szól? A gép? Anya, mi van abban a szép dobozban? Hú, nagyon sok finomság van ebben a szép dobozban. Megnézed, hogy mi van benne? Te is? Ó, ezek? Dr. Ötkeres mindenféle finomsága. Cukor! De akkor ezt nézzétek, milyen szép színű. Ez milyen színű, Nini? Kék. Fehér. Fehér. Ez rózsaszín. Jó. Neked milyen színű van itt? Ez milyen szép, ez milyen színű? Arany. Nagyon szép. Na jó, csak ezért tudom. Sütőforró. Van ebből sárga, fehér, piros, meg amelyik a te szondárban, az zöld. Na jó, de fiúk, erre még nincsen most szükség. Először öntsük bele a tésztának a hozzávalóit, jó? Ebbe a tálba, és a gép össze fogja keverni nekünk. Ezt elpakolom, megcsináljuk a tésztát. Süssük meg a tésztát először, és ezzel fogunk majd dekorálni. Na, de megmutatom az alapanyagokat, hogy elsőként azt lássátok, mi kell a süteményünkhöz. Szükség lesz 250 g búzalisztre, 200 g barna cukorra, 2 darab tojásra, egy teáskanál fahéjra, egy teáskanál őrölt szegfűszegre, 2 deciliter tejre, 6 evőkanál mézre, 85 ml olajra, egy csipet sóra, egy Dr. Ötker sütőporra, egy vaníliacukorra, illetve díszíteni dekortollakra, gyöngyökre, díszítő fehér színű cukormázra és piros színű cukormázra. Első lépésként összekeverjük a lisztet a Dr. Ötker vaníliacukorral és a sütőporral. A lisztet összekeverjük a lisztet. Így van. Majd jöhetnek bele a fűszerek. A szegfűszeg, a fahéj és egy csipet só. Working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yes, been my time. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor az összes hozzávalót betesszük a robotgépbe, és nagyjából 3 perc alatt összedolgozzuk a tésztát. Oké? Okay? Ebbe menjen bele. Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Oh, de vicces. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, de szép a szüveg. Been long to hold you close. Forget. És milyen az illata? Nem olyan is, de. Bekapcsoljuk a sütőt. 170 fokon fogjuk sütni alsó-felső sütéssel, de lehet egyébként légkeverésesen is, úgy elég 150 fokon. Kisül gyönyörűen a mézesem tésztája, úgyhogy a rövidebb oldalánál ketté fogom vágni, és szépen kis háromszögeket formázok belőle, utána pedig hívom a fiúkat, mert hát díszíteni együtt kell. It's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill.
Christmas memories. Yes, these are the good times with you. Don't even care what we do if I spend it with you. Look at this. Na, akkor díszítünk együtt? Igen. Hogy tetszenek? Én már csináltam egy fárat, amíg nem jöttetek. Kicsit fel kell melegíteni a dekortollakat, így a kezünkkel. Nézd csak. Így. Ez az. Az egy... Fa. Fa. Megkóstolod? Igen. Hol a többi gyöngy? Van, anya már kibontogatta őket. Ez a fehér gyönyörűség. Ez rózsaszín. Ez csak mindjárt te is teszel rá. Neked meg ezt kéne felmelegíteni. Persze. Persze? Segítesz? Persze. És bele fogjuk állítani, nincs csak? Nem tudni, mi ez. Nem tudni, ez az. Fá. Kis fa. Nini, csoko. Jaj, ne szedjük le, Nini, a cukrot róla. Cukros. Cukros. Nyam, 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 nyam. Szórsz rá valami ilyen finomságot? Igen. Tegyünk még rá mázat, jó? Várjál, hogy jól beleragadjon, oké? Okay? Zöldet szeretnél, vagy fehér is lehet? Zöld. Csak zöld. Fehér inkább. Inkább fehér. Segítsek? Ide egy ilyen kicsi karikákot. Mint hogyha ilyen égők lennének a fán. Igen. Jó, de szép! Jó lesz! Jó lesz? Még ide a végére nyomom a föltetére, Mika. Ez nagyon szép így. Neked is nyom, tegyél rá gyöngyöket, Nini! Tegyél bele, nyomkodjál pöttyöket, te is bele! Beni? Jó, ez gyönyörű lesz! Azt kérek egy... Nézd, most ilyen. Ezt Nininek csináltam. Nini, ez a tiéd. De cuki vagy. Finom, Nini? Benni? Na hát a fiúknak szerintem egyértelműen nagyon ízlik, amit sütöttünk. És titeket is arra búzítunk, hogy süssetek a Dr. Oetker termékeibe. Osszátok meg szeretteitekkel az elkészült finomságot, velünk pedig a róluk készült fotókat. Hashtag szívből sütivel az Instagramon, a Sütni Jó Facebook oldalán, kommentben vagy privát üzenetben, és nyerjetek naponta Dr. Oetker ajándékcsomagot, vagy hetente KitchenAid botmixer garnitúrát. Inspirálódjatok a www.sütnijó.hu/szívbősüti oldalán, böngészetek a receptek között, és tegyétek igazán varázslatossá az ünnepeket. A nyereményjáték időtartama 2018. november 19-től december 31-ig. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, iratkozzatok, vagy kommentben írjátok meg, melyik volt a legjobb videónk. Sziasztok! És kapcsoljátok! És kapcsoljátok be az értesítést is, hogy ne maradjatok le a későbbi videóinkról is. Kellemes ünnepeket, süssetek együtt, és ne felejtsétek el, a legfinomabb hozzávaló mindig a szeretet. Sziasztok! Sziasztok!